Köszöntjük a kedves hallgatókat, a Generációk házából jelentkezünk, ahol ma nyílik meg első alkalommal a Komáromiak galériája című programsorozat. Szekeres Tibor áll itt mellettem, akinek a festményeit kiállítjuk ezen a mai rendezvényen. Honnan indult a festészet szeretete, illetve, ha jól tudom, akkor költészettel is foglalkozó? Igen, pontosan így van. Másfél éve kezdtem el festeni. Előtte egyéb kreatív munkákkal foglalkoztam. 4 éve kezdtem el kreatív munkákkal foglalkozni pontosabban. Elkezdtem ilyen díszdobozokat készíteni, kidekoráltam, antikoltam, antikatást keltettek. Aztán később elkezdtem csinálni 3D-s képeket, ugyanígy vászolnak, mint mindjárt látni most. Aztán úgy döntöttem, maradok a festésnél, kipróbáltam, most már véglegesen. A festés úgy működött nálam, hogy én is csak elkezdtem valahol. Vannak jó képeim, vannak jobb képeim, vannak, amiket nem mernék el idehozni, olyan képeim is vannak. Most, amiket itt látnak, ezek már jobbak. Igen, közben költészettel is foglalkozom. Először szabad verseket kezdtem el írni, aztán foglalkoztam a kötött formájú versekkel. Is. 3 témát ölelnek fel a verseim, úgy általában globálisan az életről szólnak egyik része, a másik a szerelemről és a természetről. Ez a 3 fő témám van a versekkel. Össze-vissza 100. verset írtam meg néhány nappal ezelőtt. Most a verseim azok itt tartanak 100 vers, ami készen van. A kiállított vásztakon nagyrészt természeti képek köszönnek vissza. Ez jellemző a festészetedre is? Igen, jellemző rá. Ugye ezek gyakorlatilag én vagyok, ami a képeimen látni. Én imádom a természetet, a természetben hiszek, természetben élek, ott is nőttem fel, és a természetet imádom. És ugye a természet az én szememben olyan, hogy az képes megújítani magát, még ha mi el is pusztítjuk emberek időnként, ezért szép a természetben. Gondolom sokat segít a Koppány monostori környezet is önmagában. Így van, pontosan, hát ott is a természetben lakom. Az erdőben ráadásul, egy fenyvesbe, ami egy csodálatos hely, onnét is jönnek az ikletek. Van egy felkérésem is ezzel kapcsolatban, meg kell festenem a Hétvezér parkot, ott is be egy hatalmas fa. Monostoron, nagyon öreg pa, és most az van bekalkulálva nekem a legközelebb egy olyan időszakban, amikor az időjárás is engedi, hogy oda kiülök, és elkezdem megfesteni. Ezek a képek, ezek valós képek, vagy megálmodott képek? A jelenlegi képek, ezek nem valósak, ezek a saját fantáziám szüleményei. Van egy olyan festményem itt, amit másképp nem lehet értelmezni se, azért született hozzá vers is. Tehát nem valós képek, saját fantáziám szüleményeik ezek a festmények. Látunk itt hegyeket, fákat, vizeket. Mi az, amit különösen szeretsz festeni? A fákat és hegyeket. De gyakorlatilag a fák és hegyek és a víz, ez hozzátartozik az élethez, a természethez. Megjelenik minden képen, valamilyen formában ott van. Mettől meddig tart majd a kiállítás, mikor nézhetjük meg a képeket itt a Generációk házában? Június 9-ig. Milyen terveid vannak még a festészet terén? Vannak-e olyanok, ami konkrét, a kitűzött tervek? Igen, vannak konkrét terveim. Kicsit tovább fogok lépni a természettől, bár meg fog jelenni a természet a más képeimbe is. Igyekszem ember alakot festeni a természetben, tehát ott is szerepelni fog a természet. Folyó vagy fa, ember alakot tervezek festeni innentől kezdve majd. Sok sikert, sok szép képet és nagyon jó alkotókedvet kívánok. Köszönöm szépen.